Jó reggelt, Magyarország! Korábban úgy döntött az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, hogy nem köt szövetséget a Demokratikus Koalíció vezette ellenzékkel. A vonalban Huszti Andrea, a mozgalom elnöke. Nem gondolták meg magukat idén júniusban? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem gondoltuk meg magunkat, sőt, inkább meg is erősödtünk ebben a döntésünkben, hogy nem indulunk az előválasztáson, ugyanis tavaly még ugye teljes mártszélességgel álltunk ki emellett, de évvégére, illetve idén év elejére azt kellett, hogy lássuk, hogy ez az előválasztás nem az az előválasztás, amit mi szerettünk volna, mert legkevésbé tűnik demokratikusnak, illetve ami nekünk a legnagyobb bajunk, hogy nem a programunk versenye, hiszen mi egy baloldali párt vagyunk, egy vegytiszta baloldali párt, és mi elvi politizálást folytatunk, nem személyi alternatívákban gondolkozunk, mint a jobboldali liberális összefogott pártok. Úgyhogy mi nagyon örülünk neki, hogy ők őszig lejátszák ezt a mérkőzést, majd lesz miniszterelnök jelöltjük, most már van programuk is, ugye, amiben azt látjuk, hogy szociális elemeket a legkevésbé tartalmaz, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan lehet ebben tovább lépni, és meg lehet-e állapodni esetleg bármiben ahhoz, hogy ne veszélyeztesse a kormányváltást. Ezek szerint akkor annyira más az önök programja, mint a baloldali ellenzéké. Ez is érdekes egyébként, ez a megnevezés. Ön azt mondja, hogy önök az igazi baloldali párt, és akkor az ellenzék az micsoda? Hát ahogy említettem, az előbb jobboldali liberális pártok fogtak össze gyakorlatilag, ugye. Továbbra is látjuk, hogy a Jobbik ugye nem változik semmit. Most a minap a Fidesz-szel együtt szavazott a homofób törvényre igennel, ugye ott egyetlen egy, és ez is egy markáns különbség, hogy a mi országgyűlési képviselőnk Székely Sándor nem kivonult erről a szavazásról, hanem határozottan nemmel szavazott, míg a liberális ellenzéki pártok viszont kivonultak és nem szavaztak, nem foglaltak állást, nem képviselték az embereket. Hogy látják önök az ISZOM mozgalomban az MSZP helyzetét? Úgy tűnik, hogy a párt, ami az MSZMP jogutódja volt, és az elmúlt 30 évben próbálta legalábbis képviselni a baloldali értékeket, az most szét fog esni. Mi erről a véleményük? Hát ezt látjuk mi is, hogy ez most szét fog esni teljesen, ha nincs meg szétesve. Az MSZP-s vezetők vagy vezető politikusok ugye azt látjuk, hogy menekülnek át a DK-ba. A tagság várja ezt a bizonyos bírósági döntést, hogy mi lesz a kongresszusukkal, meg kell-e ismételni, stb. Viszont aminek mi nagyon örülünk, az, hogy azt látjuk, hogy a szavazóik elkezdtek áramlani hozzánk. Mint ahogy például még korábban ugye az egész nyíradonyi alapszervezete a DK-nak az Igen Szolidaritás Magyarország mozgalomnál kötött ki, mert azt gondolták, hogy mi vagyunk az a párt, akik képviselni tudják őket. Ezek rendes munkás emberek, bérből és fizetésből élők, és ők is ezt látták, hogy az MSZP már nem képviseli őket, viszont mi egy alternatívát kínáltunk nekik, és ezt egyre jobban látjuk, hogy az MSZP-s szavazók viszont hajlanak arra, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomra szavazzanak jövő tavasszal. Ha szavazók mennek az ISZOM Magyarországért mozgalomhoz, akkor a politikusokat is várják az MSZP-ből? Mi kezdettől fogva azt mondjuk, hogy mindenkit várunk, aki elfogadja azt, hogy a baloldalt egyrészt újra kell teremteni, elfogadja azt, hogy az Igen Szolidaritás egy tényleg vett tisztán baloldali párt, és elfogadja az Igen Szocializmus című programunkat, ami ugye nagyon röviden egy pár szót mondanék erről, ugye ennek négy alappillére van, amit mi fővonalnak tekintünk, az, hogy mindenkinek legyen normális lakhatása, egészséges étele,
ingyenes és hozzáférhető jó minőségű oktatás és egészségügy mindenki számára, illetve úgy sarokszámokat is kötöttünk ehhez, hogy mindenki jól létben legyen. 250 ezer forintos nettó minimálbért szeretnénk, 50 ezer forintos havi nyugdíjemelést, 50 ezer forintos családi pótlékot gyerekenként havonta, és egy 100 ezer forintos szociális minimum jövedelmet, ami nem egyenlő az alapjövedelemmel. Köszönöm. Huszti Andreát, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnökét hallották.